És most szólítom a színpadra, titulus nem mondok, Pörzse Sándort, mert ő Pörzse Sándor. Akárhányszor ezen a színpadon, vagy ennek megfelelő színpadon állok, az első pillanatokban mindig összeszorul a torkom. Így volt ez még fönn a várban is, majdnem pontosan ugyanezen a napon, augusztus 25-e volt, soha nem fogom elfelejteni. És soha nem fogom elfelejteni azt, amikor a hősök teri, az első hősök terei avatáson, ahol már nem idézőjelben csak 56-an voltak, hanem legalább 500 vagy 656-an, ha jól emlékszem, földüborgott az a köszöntés, amely a hétköznapokhoz, amikor egy kicsit gyengébbek vagyunk, mindig erőt ad, amely így hangzik, hogy adjon az Isten! Gárdisták, drága testvéreim, tényleg egy picit meg vagyok hatva, mert most, hogy ide fölálltam, most láttam, hogy milyen sokan vagyunk. És elsősorban attól vagyok meghatva, hogy ebben az elképesztő helyzetben, amely most Magyarországon van, még mindig vannak olyan igaz magyarok, akiket semmivel, de semmivel nem lehet megfélemlíteni. És ez óriási dolog. Nem tudom, sokatoknak van biztos a telefonján ilyen hír üzenet, amit így, mit tudom én, két óránként valamit üzennek, ilyen egysoros hírek. És az imént érkezett meg a telefonomra az a hír, hogy több száz rohamrendőr hatolt be a Magyar Gárda avatására. És akkor épp a feleségem mellett álltam, ő meg egyből megijedt, mondta, hogy hát most jönnek, már valamit tudnak. Nem mondom, ez a délelőtti hétrendőr volt. Úgyhogy, hát ilyen eszközöket tudnak csak bevetni ellenetek. Szóval nagyon-nagyon jó érzés, hogy megint van 600 fiatal, nem annyira fiatal, tök mindegy, hogy ki vagy, örök fiatal, így, ahogy mondja itt nekem a kedves hölgy, aki ebben a helyzetben is idejött, hozta a családját, hozta a gyerekét, és vállalta azt, hogy ő magyar ember, mert ez semmi másról nem szól. Higgyétek el, ez semmi másról nem szól. Arról szól, hogy aki magyar, és annak is érzi magát, az kiáll mellette, mert most nekünk egyelőre ez a lehetőségünk. De még egy kicsit ki kell tartani, és lesz több is, mert vissza fogjuk szerezni az országunkat. És ahhoz, hogy ezt tiszta úton, hangsúlyozom, tiszta úton meg tudjuk tenni, ahhoz biztos, hogy elég az az erő, amit ti mutattok. Biztos, hogy elég, mert a legtöbben 10 emberből 9 a mai Magyarországon, ha nem is 9, de 7 egyetért azzal, ami itt zajlik. Csak gyávák, csak másképp szocializálódtak, csak mennek a könnyebbik úton. Az a 3 ember az nem érdekes. Úgyhogy ők is velünk élnek, el fogjuk őket tartani, mint nyugdíjasok, és a többinek pedig vissza fogjuk mosni az agyát. Mert sajnos ezt kell mondjam, hogy ők úgy szocializálódtak, hogy vissza kell mosni az agyát. És akkor itt a Kárpát-medencében már nem olyan sokáig, talán ezek között, a határok között, de újra magyaroké lesz Magyarország. Úgyhogy még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Köszönöm, hogy megtiszteltétek egymást. Köszönöm, hogy megtiszteltétek Magyarországot. És hadd búcsúzzam úgy, ahogy ilyenkor mindig szoktunk, mert hát ez a legszebb. Adjon az Isten! Szerintem!